Üdvözlök mindenkit a Hearthstone világában. Játszunk! Hó, van itt már csöves. Ja. Hát rankedezzünk, én azt mondom. Méghozzá. Egy sámánnal. A paklit nem látjátok. Semmi extra, csak játszunk, mert szeretek játszani a Hearthstone-nal. Volt ez a rank nullázás, azóta én nem mentem semmit. Úgyhogy most meglátjuk, hogy mire megyek ezzel a sámánnal. Ez nem biztos, hogy jó. Jó, ezzel még várjuk. Várjunk. Hát... hát nem valami jó. Milyen, Istenem, milyen lapokat kapok. Hello. Srácok, halkítok egy kicsikét, mert... szétmegy a fülem. Igen. Na, lássuk csak. Jó, ez kezdésnek nem rossz. Wow! Taunt. Na, ennek a lapnak az a lényege, hogy nem tud külön... lényekkel nem tud bántani semmilyen szinten, ami kim van egy ilyen taunt kártya. Tehát nem feltétlenül csak erre gondolok, hanem aminek taunt a képessége. A sámán tud idézni totemeket. Az például plusz egy spell damage ad, de nincsen spell damage-em, úgyhogy... csak megütjük egyszer a Malfurion-t. Egyébként a kedvenc supportom a Heroes of the Storm-ba. Amit nagyon bírok a játékból, hogy szét lehet cseszni a pályát. Bloodlust. Hát ez nagyszerű, de még nem kaptam egy rohadt lényt. Mi legyen? Hívjunk még egy totemet. Ez az. Ez egy tauntos totem. Dupla védelem fönt van, oké. Csak a kirem rak valami területi sebzést, ami kettőt sebez. Tényleg? Ez csodás. Igen, na most a druidának az a képessége, ez a shapeshift, kap egy pajzsot és egyet tud ütni ebbe a körbe. Jó, alakul. Alakul. De még nem. Csak hívunk egy totemet. Jó. Kivírjuk. Júj, széttört a hordó. Na igen. Jó, még egy Vred kiment, ez jó. Jó. Oké. Nagyon a spell damage-től félt. Hát akkor hívjuk a havert. Üdvözöld a kis barátomat. Egy 6-6-os ógre. Yeah. Ez elég egész erős kis lap, főleg 6 manáért. A Big Time Rocketeer. Nagyon csípem. Hopp, már kezelésbe is vette. Katun. Na most neki Katun a legendás lapja. És ha Katun előkerül, akkor... hát ez szétosztja a lényeim és köztem azt a damage-et, ami
ott van nála is, utána később még tud támadni is. Tehát... I wonder... Ez kimegy, egyszer. És ez. Mivel Battle Cry, ezért csak egyes évet tudja őket silence-elni, hiába üti le. Ez viszont jó. Ne, Veklort ne! De örvendek neked, Veklor. Total corruption, total power! Crystal Weaver. Well played. Nem jó. Nem jó. Ezt a tauntot nem kellett volna kiröknie. Nagyon nem kellett volna. Jó, oké. Okay. Azaz. Azokat is, ez, ja. Ó, a francba. A francba leírtja az egészet. Nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Oké. Egy tauntal kevesebb. De viszont a krakenemet le tudja szedni. Francba. És kipakol még egy tauntot. Ne! Ne! A francba. 20 HP. Mert csak 15. Hú. De akkor is. Oké. Okay. Igen. Az a nagy büdös helyzet, hogy... két Bloodlust kijön, akkor jók lehetünk. Le fogja őket szedni. Nem? Kártyákat húz. Na. Kialszik a lámpa, most kapom az ívet. Tudta, hogy melyiket kell, nagyon tudta. Csezd meg. Mi a bánat ez a pakli? Tauntot. Majdnem. Van még egy Bloodlust-on, meg egy Frostfolt-on. Frostwolf, Warlord. Őt kirakom, akkor minden egyes lény után, amíg a csatamezőn van az én térfelemen, kap egy életet és egy támadást. Ó, oh. Persze, hogy 8 armor. Ez a beszéd. Ez az. Na. Üzd le a Blue Guild, üzd le. Ez most komoly. Nagy szívas. Hello. Oh. Oh-oh. The frost will stand ready.
Fú, a következő körbe egy Bloodlust, és ne legyen le... csak ne tudja levipe-olni. Ha leírtja az egész csatamezőmet, nekem készlődtek. Ez a második legnagyobb kombóm. Jó, azzal nem megy sokra. Jó, igen. Húzzám a kártyákat. Hogyha úgy nézzük, akkor neki 24 HP-ja van, nekem pedig 21. Nem képes kinyírni. Mi van? Arcba jön, oké, ügyes. De most... véged van. De cute. Haha. A hordáért. Ez az. Hát azért nem sokon múlott. De ez a Wind Fury most nagyon jól jött. Hű, gyerekek. Azt milyen meccs volt. Ez a beszéd. Mindig rohadt hangos játék. Ezt mondja, így veszünk még be. Hú, ez a sámán, ez nagyon tetszett, menjünk. Veressük, csapassuk, nyomassuk. Na most tudni kell a Warriorról, hogy neki a játéka, illetve a játék stílusa többnyire nem ennyire agrós, hanem inkább lassú. Ezzel várjunk. Hát a Hex az maradhat. A Black Knight hát előre maradhat, hát aki tud csapni valami kemény tanultat az elején. Az elején, hát a közepén. Jó, Stormwind. Champion. Greetings. Egyébként nagyon szeretek warriorozni, de mostanában a sámánnal, illetve a paladinnal is jól el vagyok. Itt egy public defender. Imádom. Csodás. Hát akkor ütögessük le. Blue Gillerre alkalmas teljesen. Na de őt már nem tudom úgy lecsapkodni, csak úgy. Erre kimegy egy Jade Lighting. Idézzünk egy Jadegolemet. Plusz a Public Defender tovább csapjuk. Ez egy Taunt Warrior lesz, érzem srácok, és az én agro paklimnak egy halála lesz. Hú. Egyszerűen imádom. De jó. Jó, Public Defender-től legalább szabaduljunk meg. Kész, már csak kettő életerőt kell egy, ne csináld. Na igen, vannak fegyverek is. A Warrior jól teli van velük. Illetve a rugónak alapképessége az, itt a totemikkal helyett, hogy kap egy két körre használható egy-egy sebző fegyvert. Nem kéne kimennie a Hexnek. Battlecry. What to do? Jó, oké. Okay. Jó. Egyelőre leütöttük a pajzsát. A Warrior pajzsot tud magára rakni. Most erre el fogja az Arcanite Reaper-t pocsékolni. Daring Reporterre. Egy Mogushan Warden. Nem hiszem el. Jó van. Most itt kész. Lőttek. Szia! Na
Nagyon gyorsan le kell agrózzam, le kell aprítsam az arcát minél előbb a lényekkel, mert bajba vagyok 18 HP-val és nincsen semmi hílem. Jó, Mogusára megy ki a Hex. Itt egy Hex. Black Knight-ot lecsapom. Jó. Neki Wind Fury-t adunk. Megjövünk egy totemet. Ez az, vissza is híreljük a Black Knight-ot. Wow! That's incredible! Jó. És még erősebb is, Wind Fury is, tehát hogy kétszer tud ütni egy körbe. Ez kevés. Nagyon-nagyon kevés. Hát most egy Bloodlust? Most egy Bloodlust, vagy nem egy Bloodlust? Menjen ki egy... Egy Frost... Frostwolf? Egy ilyen kis aranyos. Meg még egy totem. Jó. Na most vége is van. Ennyi. Ez a beszéd. Hú, nagyon aprítor. Na most lényegében úgy találtam ki ezt a paklit, tehát hogy... nincsenek túl jó lapjaim, nincsen túl sok lapom. Különösebb koncepció, hát annyit akartam. Na nézzük csak meg ezt a paklit. Megmutatom nektek. Tehát, amint látható, rengeteg murlok van benne. Hát igen, azért a tauntokat is, hogy tudjam kezelni, Hex is itt van azért. Hát... teliraktam murlokkal, ez lenne a lényege. Tehát egymást buffolják, a murlok szinergia az nagyon jó. És a Call in the Finishers-t megkaptam, egyetlen pakliból kibontottam mind a kettőt. És egyszerűen brutális. Bloodlust-tal, hogyha kibírják, nem tudja leszedni az ellenfél egyiket se, kettő Bloodlust-ot kinyomsz a tizedik körbe. Hát ott lesz nebulas. Tehát, hogy négyszer hatot beleüt, 24 egyetlen egy körbe. És előtte nem létezik, hogy nem tudsz lesebezni róla hatot. Hogyha egy olyan játékosról beszélünk, aki nem nagyon foglalkozik a saját életerejével, amit hogy nem híleli magát. Menjünk még! Azt mondom, nekem tetszik. Jó. Nagyjából 5 perc alatt rántottam össze ezt a paklit. Na, elég lassan talál ellenfelet. Nem akar senki a murlokjaim ellen nyomulni? Na. Thrall versus Malfurion. I must protect the one. Jó, még egy druida, ez a beszéd. Na, jó, rögtön Hex skin van. Frostwolfot, hát még nem tudom, azért megtartom. A Warlock Tidehunter pedig első két körben nagyon jó. Tehát egy lapra két lényt idézek ki, összesen 3 damage-et tudnak kiosztani. Még egy Hex, ez viszont nem jó. Lelőjük Malfurion. Yeah! Black Knight! Pont nem volt rá szükségem.
Ez ráért volnám az 5.-6. körbe is sem. Játék. Na. Ez kész. Bevállalt inkább egy image-et, jó. Na, tehát... ez az Ancestral Healing. Visszatölti a minion életét, akit kiválasztok, és ad neki tauntot, tehát hogy őt kell támadni mindenképp. De hát, lejött egy taunt. Nincs rá szükség, hogy egy 1 HP-s murlokot betauntoljak. Egyébként se tauntoltam volna, betök mindegy. Oké, gyűlik itt lassan. Ó, heal, ez a beszéd. Jó van. Grimescale, Oracle, minden egyes murloknak, aki kim van a pályán, valamint az én murlokjaimnak, akik kint vannak az én csatateremen, kapnak plusz egy támadást, amíg ő kint van. Fontos, hogy ez nem Battle Cry, hanem ez addig van, ameddig ő kint van a csatamezőn. Jó, ott egy hex. Csodás. Jó. Nem töltünk vissza. Hát, igazából. Így jó, lejúl még egy totemet, hát taunt lesz. De hát, ez se a legrosszabb. Visszatöltött a 2 HP-t, szóval gólemmel nem tudja leütni. Félek, hogy egy Jade druida lesz, de még a Jedi dolgok nem jöttek föl. A Jade-nak az a képessége, illetve az a lényege, hogyha ezután megidéző még egy gólemet, az már 2-2-es lesz. És ha azután ne folytassuk, de egy 10-10-es gólemet is ki tud hozni. Tehát minél több Jade gólemet tud megidézni, annál jobban jár. És rengeteg lap van arra, hogy idézze Jade gólemet. Finishers. Jó. Gólemtől megszabadulunk. Nagyszerű. Hát... mi legyen? Le tudja vipe-olni? Gondolkozok, hogy meg kéne tauntolni őt. Lát. Ú, de jó lenne egy Bloodlust. Már hamar eldönteném a dolgokat. Grimescale Oracle-nek, hála Istennek, mindegy burlokon kapott egy plusz támadást. Ez nem tetszik. Nagyon nem tetszik. Az Uldrake. Ó! Szép volt. Ez bizony szép volt. Hexet kirakjam az Uldrake-re. Spell damage-e van mondjuk. Jó van. Lássuk mi lesz ebből. És most kirak egy Jedi. Na, Jade gólemet én besírok. Ó, oh, bakker. Nem jóra ment ki a Hex. Nagyon nem jól ment ki a Hex, és leüti vele. És leüti. Jókor jön ki a taunton. You shall not pass. Ez a beszéd, akkor egy Frostwolf. Egy 6-6-os Frostwolf se rossz. Már megint mi? Húzza a lapokat. Úristen. Kirak még egy swipe-ot, figyeld.
Na, dúj do barátom. De azok a rohadt szeplingek. Igen, pont leüti a tauntól. Nagyszerű. Mi fergeteges. Nincsen AOE damage-em. És jönnek a gólemek. Egy újabb gólem. Hogyha... egy 9-es arcba. És nem tudja leütni egy lényel a Black Knight-ot, akit taunttá tettem. A taunt pusztító taunttá varázsoltam. Erre mi jön? Egy brett! Imádom! Ennyi. Destroy minion, a random minion with your opponent's hand. Hogy a bánatba híleljelek? Jönnek a gólemek. Bloodlust. Kéne egy Call of the Finishers. Nagyon gyorsan, srácok, nagyon gyorsan kéne, mert itt nagy bajok lesznek. Nem jó. Jó, hát könnyű counterelni ezt a paklit, nem egy... Hú, de pakli, de elég vicces tud lenni. Ugyanannyi lényünk van, csak neki több a sebzése. Illetve nekem egy hard. Ó, Gadgets and Auctioner, ezzel viszont olyan paprikat össze lehet hozni, hogy hú. Hmm, 4-4-es járde gólem, nagy be. Jedi-dól ez az. Plusz a gólem. Hát ez óriási. Rendkívül örülök. De hey! Oh. Gyerünk. Na? Time waits for no one. Call the finishers. Blue Jail. Hát ezzel már csak az időt húzom lényegébe. Francba. Ez a beszéd, egy ötötös, azaz. Na ez a kör lesz az utolsó, srácok. Nagyon nagy bajok vannak. Well played. Hadd üssön le. Szép volt. Hát úgy látszik a pakli meddig menetelt. Nos, hát láttátok, hogy egy ilyen murlokos... Hát, murlokos, ja, elég sok murlokot szerepeltető sámán. Azért így 20-asba, 21-esbe jó szerepel. Mondhatjuk ezt. Ja, hát jó, ennyit szerettem volna. Remélem tetszett az első Hearthstone videó. A későbbiekben még beszélünk nagyobb dolgokról. Lesz vlog, majd vlogban ezt megbeszéljük. Hát most ez lett volna, hogy bemutattam volna a kis sámánomat, összekalapáltam. Remélem tetszett, iratkozzatok fel, valamint ha nem tettétek meg a videókat, lájkoljátok. Ja, de mindenképp iratkozzatok fel. Sziasztok, jó játékot!